Köszöntöm a Kölcsér Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyen megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. 24 játékossal elkezdte a felkészülést a Nyíregyháza Spartakus. Hazaérkeztek a törökország edzőtáborból a nyíregyházi úszók. A vizsgák után már a válogatottal lesz Sitku Márton és Mokánszki Máté. Megtartották a nyíregyházi kispályás bajnokság díjátadó ünnepségét. Vaka Árpád, az MLS igazgató értékelt a megyei futballszezont. Hétfőn elkezdte a felkészülést a Nyíregyháza Spartakus. A Spari 9 edzőmeccset játszik a bajnoki rajtig. Először július 3-án a Szolnok ellen láthatják a csapatot a szurkolók. 24 fővel kezdtük el a felkészülést, de hát még a mai nap folyamán is lesznek érkezők. Vannak távozóink is, nyilván akikkel a klub szerződést bontott. Próbáljuk őket pótolni, próbálunk erősítést jelentő játékosokat hozni a helyükre. Hát őt ismert a cél, tehát nekünk folyamatosan a legjobbat kell teljesíteni, éppen ezért kellettek ezek a váltások. Hogyan néz ki a felkészülés programja? Egy 6 hetes felkészülést terveztünk, amiben van egy hét edzőtábor a harmadik-negyedik héten, tehát úgy csúszik át. Igazából szlovéniai edzőtábor, 9 mérkőzést terveztünk, de lehet, hogy abban még lesz egy, hogyha a létszám úgy alakul, akkor még legyet, még bele fogunk tervezni. Mikor alakulhat ki a végleges keret? Szeretnénk, hogyha ez minél hamarabb, itt igazából már akik itt vannak játékosok, ők már valószínű, hogy a Spartakus játékosai lesznek. Mindenféleképpen, mire elindulunk a szlovéniai edzőtáborba, addigra szeretnénk teljes kerettel elindulni az edzőtáborba. Mekkora könnyebbséget jelent az, hogy egy fél éve már a szakmai stáb együtt dolgozik a csapattal, és egy sikeresnek mondható tavaszt tudhatnak maguk mögött? Véleményem szerint az mindig jó, hogyha van egy kis előélete egy cél előtt a munkának. Én azt gondolom, hogy tehát a stábnak az a terve, hogy azt, amit elkezdtünk a tavaly, azt a fiatalitást, azt az idén is folytatni. Nyilván most a célok teljesen másak a csapat eredményessége szempontjából, de azt, ami az egyik fő célunk, ugye a fiatalokat beépíteni és a saját akadémiáról kijövő fiatalokat használni a felnőtt csapat, az továbbra is célunk. A rövid nyári szünetben a futballisták általában nagyon sok mindent megpróbálnak belezsúfolni. Neked meglehetősen emlékezetes lesz ez a szünet, hiszen egy életed meghatározó esemény történt. Így van, ugyanis párommal összeházasodtunk, ami hál' Istennek nagyon jól sikerült, nagyon éreztük magunkat, aztán utána pedig indultunk a NASZ útra. Szintén egy hatalmas nagy élmény volt, ilyen Cipruson voltunk, hál' Istennek ott is jó idő volt végig, aztán élveztük a semmittevést. Most már nem semmitevős napok következnek. Milyen hangulatban várod a felkészülés kezdetét? Nagyon jó hangulatban várom, ugyanis egy nagyon jó tavasz után vagyunk, és én abban bízok, hogy ezt, amit produkáltunk tavasszal, ezt ugyanígy tudjuk folytatni ebben a szezonban egész évben. 16 góllal te voltál a csapat házi gólkirály, ez valamilyen feladat is jó az ember a következő szezonban. Mit várhatnak tőled a szurkolók? Persze, ez hatalmas nagy élmény. Ugye nemrég MB3-ban rúgtam ennyi gólt egy fél év alatt, most pedig MB2-ben is tudtam bizonyítani. Nyilván ez motivál, ugye önbizalommal tele vagyok, és nyilván szeretnék sokkal több gólt rúgni. Mennyivel lehet jobb a csapat a következő szezonban, mint tavasszal volt, hiszen most már nem a nulláról kezditek az új edzői stábbal? Én szerintem sokkal jobbak leszünk, mint tavasszal, ugyanis nyáron csapatot kellett építeni, tavaly nyáron. Hál' Istennek tavaszra összeért a csapat, aztán most ugye vannak távozók, hál' Istennek nem olyan sok, jönnek érkezők is, de egy összeszokott brigád leszünk, és együtt folytatjuk ezt a szezont így összeszokva, és így sokat várok tőle. Úgy tűnik, mintha most lett volna, amikor arról beszélgettünk, hogy töltöd majd a nyári szünetedet, akkor még tervezgetted a programot, mi sikerült belőle megvalósítani? Meg volt a pihenő. A pihenő eléggé nem volt rövid, de azért gyorsan eltett, mint hogyha tegnap beszéltünk volna az értékelőn is, úgyhogy gyorsan elrepült, sikerült megvalósítanom mindent, amit terveztem, edzettem, pihentem barátokkal, családoztam, úgyhogy minden rendben ment, úgy sikerült, ahogy én ezzel elgondoltam. Sokadik felkészülésed kezded, milyen érzésekkel vágynak egy futballista ilyenkor az előtte álló heteknek, meg hónapoknak, hiszen azért ez egy bajnokság felvezetője. Sokat a labdával nem foglalkoztam a pihenőben, csak öröplabdával,
de hát valamilyen szinten már ugye ki vagyok éhezve a futballra. Nagyon bizakodó vagyok, várom ezt a szezont, hogy mit tudunk kihozni belőle, és remélem, hogy minél előrébb tudunk végezni a tabellán, és sikerült akár a feljutás is. Ugye akár kimondva, akár kimondatva a szurkolók mindig a feljutást várják, és gondolom a játékosok is egy Sparitól, még képlékeny nem lehet tudni, hogy milyen lesz a mezőny, de jelente ez nyomás, vagy már megtanultatok együtt élni ezzel az elvárással? Szerencsére ugye olyan helyeken játszottam én is, hogy ugye mindig volt nyomás az embereken. Nyilván egy Nyíregyházának az NBA-be kell játszania. Aki ezt a nyomást nem bírja el, az szerintem ne is futballozzon itt a Nyíregyházába. Szerintem a város is már megérdemelni, hogy a Nyíregyháza NBA-1-es legyen. Mi rajta leszünk, hogy ezt véghez tudjuk vinni ezt a feladatot, és remélem, hogy a többiek is partnerek lesznek ebben. Jelent az valamilyen könnyebbséget, hogy nem új edzővel, és nagy valószínűség szerint nem sok új társa, tehát a csapat gerinc együtt marad, vágtok majd neki a felkészülésnek is a szezonnak? Mindenképpen fontos az, hogy nem egy új stáb jött, ugye, hogy újban újról kezdeni mindent, hogy új játékstílus, stb. Azért már az Oránnal együtt dolgozunk egy fél éve, szerintem jó munkát végzünk vele együtt, és sikeresek voltunk tavasszal. Igen, azért a gerinc az megmaradt a csapatnak, de ezt még egy-két kiegészítő kulcsjátékossal azért örülnék, hogyha érkeznének, és érkeznek is folyamatosan. Hazaérkeztek a törökországi edzőtáborozásból a nyíregyházi úszók. A jövő héten Hadházi Dóra, a kazanyi ifjúsági Európa-bajnokságon, Szurövcsák Ivett pedig a nápolyi univerziádén képviseli a magyar színeket. Év elején már jelezték, hogy egy kiemelt támogatásban részt vesz egy egyesületünk, ami nekünk nagyon jól jött. Az úszás kimondottan ez az egyik fő cél, hogy egy ilyen nagyobb, komolyabb helyre, egy komolyabb társaság el tudjunk utatni. 8 versenyző, köztük az univerziára készülő írját, illetve Hadházi Dóra, aki ifjébére fog indulni jövő héten. Milyen munkát tudtatok elvégezni ez alatt, az egy hét alatt? Két edzővel voltunk kint, tehát megosztottuk a társaságot. A kisebbek és a nagyobbak külön edzésprogramot úsztak, viszont én azt mondom, hogy a napi 3 edzés az nagyon szigorúan megvolt. 10 pályás 50 méteres medencébe tudtunk úszni, szinte korlátlan lehetőségekkel, illetve nagyon jó konditerem használattal, délben kondi edzés volt, tehát 3 edzésre készült naponta. Miért jó egy ilyen edzőtábor azon kívül, ugye, hogy nagyon sokat tudtak edzeni? Így van. A másik az, hogy nagyon jók voltak a körülmények. A körülmények, amik itt adottak voltak, itt szinte azt mondtam, hogy Magyarországon alig-alig van ilyen lehetőség. A másik az, hogy egy nagyon jó csapatépítő lehetőség is volt. Több gyerek is, több kispajtás, aki először ült repülőn, megtapasztalhatta a repülési élményet, illetve hát a szabad program, mert nem csak edzésről szólt ez az edzőtábor, volt lehetőség egy kis bazározásra és tengerpart látogatásra is. Sokat nem pihenhettek a versenyzők, hiszen szerdán már kezdődik a Budapest bajnokság, oda mekkora nyíregyházi csapat utazik? A legnagyobbak közül 9 versenyző fog indulni, ugye 5 fiút és 4 lányt neveztünk. Minden váltószámban, illetve egyéni számban, amit szóba jöhetett, el fogunk indulni. Ez a verseny, ez a Budapest Open, ez egy nyílt verseny, ez az utolsó szintúszó verseny a nemzetközi versenyekre. Én azt mondtam, hogy ez egy nagyon jó felkészülés, hiszen jövő héttől meg megjönnek a nemzetközi szintű versenyek. Nemzetközi versenyeken is képviselteti majd magát a nyíregyházi sportcentrum, lesz egy IFEB és lesz egy univerziádi egy-egy versenyzővel. Milyen reményekkel utaznak ők? Nagyon bízunk benne, az univerziádén nagyon régen tudtunk elindulni. A 30. nyári univerziádé lesz az idén Nápolyban. Ivett kijutott 50 és 100 méter mellen, nevezte a Magyar Úszószövetség, ott 5 fiú és 5 lány képviseli a csapatot. Én nagyon bízom benne, egy kicsit bízva a szerencsébe is, hogy nagyon közel van a világbajnoksághoz ez a verseny, hogy mindenképpen döntőbe szeretnénk kerülni, illetve ott a lehető legjobb helyezést elérni. IFEB lesz Kazanyban, de a Hadházi Dóra utazik, aki több számban, egyéni számban és váltószámban áll rajthoz, vele szemben mi az elvárás? Tavaly Dóri ugye bronzérmes lett 200 méter pillangóúszáson. Én nagyon szeretném, hogyha Dóri az egyéni csúcsain tudna faragni. Ez lenne az első cél, és ezen felül, hogyha érmet tud felmutatni, akár egyénibe, akár váltószámba, hiszen minden váltószámba úszik Dóri, ami nagyon nagy terhelés lesz neki. Én bízom benne, hogy érmekkel és nagyon jó eredményekkel térhet. Lesz még egy delfin bajnokság is, ott milyen csapattal indulnak a nyíregyháziak és milyen elvárásokkal? Ott a legkisebbek vesznek részt a delfin bajnokságon Miskolcon. A delfin bajnokságon most elég komoly szinteket állítottak fel, tehát egy kis csapattal utazunk, de én bízom benne, hogy esetleg a Kecán Noel vagy a lengyel Zalán, ne adj Isten, döntős helyezést érhet el. Én arra kértem a kollégákat, hogy mindenképpen adjuk meg a lehetőséget a kicsiknek is. De az országos versenyek, ez mindig más hangulat, mindig más millió, mint egy meghívásos verseny bárhol. Én azt mondom, hogy itt kell valahol elkezdeni nekik a sportolói pályafutást.
11 csoport 33 dobogós csapatának képviselői, valamint a gólkirályok és a legjobb kapusok vehették át az őket megillető jellegeket a Nyíregyházi Városi Kispályás Labdarúgó Bajnokság díjátadó ünnepségén. Több mint 2000 mérkőzést játszottunk le, ebben természetesen benne vannak a terembajnoki mérkőzések és a strandfoci is. Hatalmas küzdelmek voltak a bajnokságban, 11 csoportban zajlottak a küzdelmek, 117 csapattal, és hát a bajnokság színvonalát jelzi az, hogy utolsó pillanatig, még az utolsó fordulóban is 4-5 csapat esélyes volt akár a bajnoki címre, vagy éppen a dobogóra, és ez azt jelzi, hogy kitűnőek voltak a mérkőzések, a küzdelmek nagyok voltak, sportszerűen játszottak a csapatok, valamit romlott azért a fegyelem, de azért mindent elkövetünk annak érdekében, hogy mindenki jól érezze magát, hiszen egy szabadidősport rendezvény, Magyarország egyik legnagyobb szabadidősport rendezvénye szervezett körülmények között. Én bízom benne, hogy így lesz ez a jövőt illetően. Nagyon sok új csapat jelentkezett már hozzánk, és itt szeretném kérni azokat a csapatokat, akik szeretnének csatlakozni a 2019-2020-as bajnoki évadhoz, hiszen augusztus 12-én indulunk a bajnoksággal, hogy jelentkezzenek nálam, mert hiszen vannak megszűnő csapatok is, vannak átalakuló csapatok, vagy éppen amatőrből öreg fiúkba átvándoroló csapatok, ezért várom az új csapatoknak a jelentkezését. Milyen jelentősége van ez a szabadidős rendezvénysorozat a város életében, amely közel 5000 embert mozgat meg? Ez egy nagyon fontos, hiszen 117 csapat vett részt az elmúlt bajnokságban, 4800 játékossal, jól mentek a meccsek, körülmények ugye most már évek óta jók, de mindig jönnek ötletek. Tavaly a szemetes szerencéket szereltük fel, most jelezték nekem, hogy ha kispadokat tudnánk a pályák mellé, az milyen jó lenne az öltözéshez. Természetesen azon vagyunk, hogy a legjobb körülményeket biztosítsuk, hiszen Magyarországon vidéken a legnagyobb létszámú kispályás foci bajnokság folyik Nyíregyházán, és most már 7. alkalommal itt vagyunk a Városháza dísztermében, itt történik a kupák díjak átadása. Nagyon örülök, hogy ennyien eljöttek most is. Ez egy a bajnokság lezárásaként most már egy bejáratott fontos eseményé vált. Nyíregyházán azt gondolom a szabadidősportnak az elmúlt években egyre jobb és új lehetősége is nyíltak, ezt szeretnénk folytatni. A sikeres érettségit követően visszautazott a válogatott edzőtáborába Sitko Máltan és Makánszki Máté, előbbi az U20-as Európa-bajnokságra készül, utóbbi pedig a 3x3-as U23-as válogatott tagjaként a Nemzetek Ligája sorozatban képviseli majd a magyar színeket. Úgy gondolom, hogy jól sikerült az érettségim. Nem volt túl sok időm felkészülni el az edzőtábor miatt, de minden tőlem tehetőt megtettem, és úgy gondolom, hogy sikeres érettségit zárattam. Említetted az edzőtábor, gyakorlatilag azt szakítottad meg az érettségi kedvéért, most már egy ideje Székesfehérváron készülsz az U20-as válogatotta. Milyen körülmények között, milyen hangulatban, milyen munkával? Nagyon jó hangulatban készülünk, és a szakmai munka is nagyon jó. Egy nap két edzéssel, és két óra hossza. Két órás edzésekkel készülünk, elég kemény a fizikális terhelés, de úgy gondolom, hogy ennek biztosan meg lesz a sikere. Még a bőkeret edzőtáborozik Fehérváron, hogy látod, ott lesz a helyed az ebéről utazó csapatban? Nem szeretnék semmit elhamarkodni, az előző két meccsben a játszott percek és a helyem úgy gondolom, hogy bízható, de még dolgozni kell, és ki kell harcolni a 12-be való jutást. Kikkel játszottatok, milyen eredménnyel? Szlovákokkal játszottunk kétszer. Egyszer az első mérkőzésen kikaptunk, majd készültünk belőlük, videóztunk, és a második meccsen volt, hogy már 20 ponttal is vezetve, megvertük őket. Ki ellen játszottok legközelebb? Péntek szombaton a macedón válogatott ellen játszunk felkészülési mérkőzéseket. Nem sok pihenőt kaptál a bajnokság befejezése után, hiszen gyakorlatilag egy hónapja Pécsen vagy a 3x3-as válogatottal. Hogyan teltek az elmúlt hetek? Május 27-én megkezdtük a felkészülést a 3x3-as csapattal. Volt egy 3 hetes edzőtábor, köztük azért hazajöttem hétvégente. Most a múlt hét az egy pihenő hét volt, most is lenne egy edzőtábori hét, csak én most ugye szóba lézek, és ezért nem tudok ott lenni, majd csak a hétvégi tornára fogok tudni Pestre menni. Ha már az érettségi szóba került, hogyan sikerült? Köszönöm szépen, elég jól. Szerencsére mindenből meglett a görbület, úgyhogy jó lett.
Mennyivel lesz könnyebb most már csak a kosárlabdával foglalkozni, csak a kosárlabdával koncentrálni, mint a tanulás mellett játszani, edzeni? Nagyon-nagyon nagy felszabadulás, hogy nem kell már görcsölnünk azon, hogy mikor miből írunk, mikor miből kell beszámolni. Szerintem most már eddig is nagyon nagy koncentrációt nyújtottam bele a kosárlabdába, de itt szerintem most kétszer annyit tudok beleadni. Korosztály felső határán 23 évnél jóval fiatalabb, vagy neked minden bizony a tavalyi junior EB aranyérem jelentett a belépőt ebbe a csapatba. A szövetség mennyire kezeli kiemelten ezt a szakágat? Nagyon jól kezelik ezt a szakágat, azt nem tudom, hogy mennyire kiemeltem, nem látok bele, de mivel jó eredményeket értünk el, mint tavaly az EB-n, mind az U23-asok a VB-n, ugye bronzérmesek lettek, szerintem nagyon jó léca lehet arra, hogy feljebb jussunk ebben ezt a magyar kosárlabdát kicsit feljebb tudjuk vinni a hírnevét. Ebben az évben nem lesz világverseny a 3x3-ban a fiúknak, férfiaknak, viszont mégis végig versenyezitek az egész nyarat. Meddig tarthat ez az edzőtávol, ez a verseny? Hát, hogyha mindenhova adja Isten, hogy bejutunk mindegyik döntőbe, a Nemzetek Ligája döntőjébe, akkor, ha jól tudom, szeptember közepén még lesz egy fődöntőnk, ahol meg tudjuk magunkat mutatni, de ugye addig megkezdődik itthon is a felkészülés, amivel egyeztetni kell a válogatott edzőknek, illetve a saját edzőinknek, hogy merre és hogy legyek. Mennyire specializálódik a 3x3 szakág? Most már egy hónapja csak ezzel foglalkozol, holott egyébként, mint Csitúján elmondott, lehetnél a 20-as válogatottban az 5-ös játékban is, akik az EB-re készülnek. Tehát mennyire állsz át, mennyire kell egyáltalán átállni erre a játékra? Nagy átállás nem kell, mert tavalyról egyfajta kicsi tapasztalatom volt, akkor kezdtem ugye ezt az egészet, akkor csöppentem bele. Ahogy említettem, hogy a nagy átállás nem kell, mert hiszen tudom, hogy mi hogy működik. Nyilván azért egy kicsit az edzettségen kellett javítani, mert egész évben ugye a nagypályán kellett teljesíteni, most meg ugye egy sokkal pörgősebb, intenzívebb félpályán kell megmutatni magamat. Szerintem olyan nagy különbség nincs a kettő között, ezt már említettem, de nagyon jó egy sportág, az biztos. És egyébként az ötöteni játékban lehet hasznát látni annak, hogy ahogy mondtad, 3-3 ellen félpályán játszottok? Szerintem igen, lehet a gyorsaságot, a dinamikát és az erőkifejtést alkalmazni, mivel ott a 3-3-ban sokkal nagyobb a farthatár és az intenzivitása az egész mérkőzésnek, szóval ezt így tudom kamatoztatni a nagypályán úgymond az ötöt ellen. És hát arról is feledkezzünk meg, hogy a 3x3 olimpiai sportág lett, a magyar női válogatott éppen a napokban VB ezüstérmet szerzett, és kiharcolt, hogy olimpiai kvalifikációs tornán induljon. A férfiak előtt is adott ez a lehetőség. Igen, nagyon reménykedünk benne, hogy ilyen jól fognak szerepelni a férfi válogatott is, mint a női. Ahogy én láttam, hogy velük edzünk az U23-asokkal, elég jó szerkezettel vannak, ők is azért vannak egy bő keretet, tehát van miből, mire építeni és miből választani. Én bizakodóan várom, hogy mi fog ebből kisülni, szerintem mindenre van esélyünk. Befejeződött a megyei futballszezon. Az elmúlt évet Kvaka Árpáddal, az MLS megyei igazgatójával értékeltük. 2018. júliusában a felnőtt bajnokságainkban a három osztályból összesen 117 egyesület adta be a nevezését, ebből végül augusztusban 115 rajt volt el, tehát kettő a nevezés beadása után végül visszalépett, hiszen rájöttek, hogy még sincsenek annyian, így nem tudták vállalni, és a szezon közben, az egész teljes szezon közben csak kettő egyesület lépett vissza, ezt azért hangsúlyozom ki, mert az elmúlt évben mindig volt 5, 6, 7, 8, 9 klub, aki vagy visszalépett, vagy ki kellett zárnunk a három kiremállás miatt, most csak kettő volt, ez mindenféleképpen pozitívum. Ami még pozitívum, hogy az utánpótlás bajnokságainkban, legyen az az U16 vagy az U14, növekedett a részvevő csapatok létszáma. Az U16-ban ugye 32, az U14-ben pedig 40 csapat rajtolt el a 2018-19-es szezonban, valamint az is örömteli, hogy a leány szakágban az U15 és az U19-es bajnokságokban is több csapat rajtolt el, összesen a két pontvadászatban 17 egyesület, és ők be is fejezték egyaránt. Mekkora terhető egy megyei osztályú csapat versenyeztetése egy adott települése és a megyei igazgatóságban, ez MLS mennyit tud segíteni a költségek előteremtésében? Azt tudni kell mindenféleképpen, a TAO jó voltából 2011 nyarától a versenyeztetési költségeknek a 90%-át a Magyar Labdarúgó Szövetség állja a megyei amatőr csapatoknak. Ez azt jelenti, hogy amíg 2011-ig volt X forint a nevezési díj, meg a játékengedélyi díj, illetve az igazolási átigazolási díjak és a játékvezető díjak, addig ennek most csak az egy
tízere van, nem emelkedtek eleve a díjak, és csak a 10%-át kell az egyesületnek fizetni. Tehát ez azt jelenti, hogy az elmúlt 7-8 évben a Magyar Labdarúgó Szövetség jelentősen levette a terheket az egyesületekről, amit igazán az egyesületeknek elő kell teremteni, az utazási költségek, illetve hát természetesen az infrastruktúrális fejlesztés, viszont ebben is hatalmasat tudott segíteni a Magyar Labdarúgó Szövetség a társasági adó jóvoltából, aki járják el a megyei pályákat, láthatják, az elmúlt években igen nagy számban lett felújítva, akár maga a létesítmény, akár maga az öltöző, vagy akár maga csak a létesítmény környéke, tehát mindenféleképpen szépültek. Említettük ezt a 115-113-as létszámot országos szinten, ugye Szabolcs-Szatmár Bereg megye ott volt a csapatok létszámát tekintve az élmezőnyben, ez továbbra is megmaradt? Továbbra is megmaradt. Budapestet és Pestet mindig külön kell választani ilyenkor, hiszen azt tudjuk jól, hogy Magyarország egyötöle, egynegyede ott él, tehát ővelük azért nem lehet versenyezni ilyen szinten. Viszont a vidéki megyéket tekintve Győr, Moson-Sopron megye, aki talán egy-két csapattal előttünk van, és mostan Borsodat is megelőztük, tehát a második legnagyobb számú megye vagyunk. Ráadásul nem csak a csapatszámban, hanem azt hiszem, hogy a minőségben is, a bajnokság minőségébe is. Ilyen kiélezett, ilyen izgalmas megyei első osztályú bajnokság, mint ami most volt, hosszú évek óta nem volt. Ne felejtsük, hogy az utolsó fordulóban még konkrétan 4 csapat lehetett volna bajnok, ráadásul egymás ellen is küzdöttek. Sőt, még az utolsó fordulóban mindig volt egy olyan csapat, 2 olyan csapat, hogy az utolsó kieső helyért is küzdöttek. Tehát nagyon nyílt volt végig a bajnokság. Emellett volt olyan megye 2-es pontvadászat is, ahol tényleg 2 forduló a vége előtt még 4 csapat lehetett volna bajnok, úgyhogy nagyon-nagyon izgalmas volt. A színvonal határán nem is volt magasabb, mint az elmúlt években, de mindenféleképpen izgalmas bajnokságot hagytunk magunk mögött, mind a megye 1, mind a megye 2-es osztályban. Alacsonyabb osztályokban mindig kardinális kérdés a játékvezetés, ezen a téren milyenek voltak a tapasztalatok? Maga a játékvezetés színvonalán nem hiszem, hogy csökkent volna vagy növekedett volna. Természetesen ugye lehet hallani a különböző edzői nyilatkozatokat, és ott sokszor előfordult, hogy esetleg negatív színben tüntették fel a játékvezetést. Én mindig azt mondom erre, hogy ugyanolyan színvonalú játékvezetés várunk el, mint amilyen színvonalt tudnak a csapatok, illetve a játékosok kitenni a pályára. Én nem hiszem el, hogy a megyei játékosok jobban játszanak, mint ahogy a megyei játékvezetőink fújnak, sípolnak. Kimutatja ezt pontosan, hogy akár futszal, akár labdarúgás szakákban az elmúlt években a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei igazgatóság játékvezetői keretéből többen országos keretbe kerültek, felsőt futszalban vannak, akik nemzetközi mérkőzéseket vezetnek, úgyhogy én ezt nem tartom egyébként ilyennek, inkább azt gondolom erről, hogy sokszor saját maguk felelősségét az edzők ugye ráhárítják a játékvezetőkre, ami nem korrekt. Ami a létszámot illeti, pedig örömteli az, hogy tavasszal majdnem 30-an, vagy talán kicsivel több, mint 30-an végeztek, de majdnem 30-an be is léptek a játékvezetők közé, és azok az újonc játékvezetők jelentős része, több mint 2/3 több éves futballmúlttal is rendelkezik, ami azért jó, mert azért nem mindegy, hogy valaki futballozott-e vagy nem. Egyrészt ismerik őket a játékosok, másrészt pedig pontosan tudja, hogy adott helyzetben mi játszódik le a két játékos fejében, testében, és jobban meg tudja ítélni az adott helyzetben a különböző játékszituációkat. Az előbb szó esett az infrastruktúrális fejlesztésekről, azt sem felejtsük el, vagy azt se felejtsük el, hogy nagyon sok pályát újabb életmentő készülékekkel gazdagodtak. Pontosan 47 darab életmentő készülék érkezett meg pont a tegnapi nap folyamán a megyei igazgatóságra. Az elkövetkezendő hetekben ki fogjuk osztani azoknak a sportszervezeteknek, illetve önkormányzatoknak, akik erre pályáztak, mindösszesen 5%-osan erővel, hiszen ne felejtsük el, hogy 20.000 forintért tudnak hozzájutni egy több mint 500 000 készülékhez. És emellett, hogy ugye bepályáztak, még biztosítani kellett a defibrillátor BLS oktatáson is legalább 2 főt, aki elvégezze ezt, több mint 90-en végezték el ezt az oktatást. Úgyhogy most már a 36 volt a tavalyi évben, most 47, a 83 olyan létesítmény lesz, vagy van, bízunk benne, ahol ott lesznek a mérkőzéseken ezek a készülékek, és hát persze abban is nagyon bízunk, hogy a lehető legkevesebb helyen lesz erre szükség, hogy használni fogják majd. Futballisták most pihennek, azonban a megyei igazgatóságon nem áll meg az élet, most jön nevezési időszak, átigazolási időszak, melyek a főbb dátumok. A nevezés igen most már javában zajlik, múlt héten minden információt kiküldtünk a csapatoknak, az integrált futball alkalmazás programon keresztül kell most már mindent feltölteni, tehát elektronikusan működik a nevezés, és július 1-jéig lehet nevezni, addig legalább el kell kezdeni a nevezés, hiszen utána még van egy pár nap, amikor ugye hiányt lehet pótolni. Az átigazolási időszak pedig pont ezen a napon július 1-jén fog majd kezdődni az amatőr labdarúgók részére. Nagyon fontos információ, hogy a felnőtt játékosoknak július 1-től július
20-áig úgynevezett szabadon átigazolási időszak van. Ez azt jelenti, hogy jelenlegi klubjának nem kell beleegyezni abba, hogy átigazoljon. Július 20-a után viszont egészen augusztus 31-ig csak úgy igazolhat át a felnőttkorú labdarúgó, hogyha az átadó klub elengedi őt. A működési költségtérítés a felnőttkorú játékosokra nyáron nem, csak télen vonatkozik, de természetesen az utánpótlás korú a 2000-es vagy az annál fiatalabb játékosok részére a működési költségtérítés megfizetése mind nyáron, mind télen kötelező. Ennyi fért a mai sportszeletbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra!